Úgy tudjuk, egy magyar kanizsán élő majdányi család részére született jogerős bírósági ítélet, amely szerint a szerb államnak, illetve a belügyminisztériumnak kártalanítaniuk kell őket, amiért a migránsok belakták és tönkretették családi házukat. A helyiek azt mondták, a majdányi család korábban vásárolta ezt a házat, szépen rendbe is tette, azzal a célal, hogy nyugdíjas éveiket majd ott töltik el. Az ítélet Szerbiában precedens értékű. A szóban forgó családot képviselő Bosko Stanimirov ügyvéddel csak telefonon beszéltünk, mivel jelenleg is több más érintett család kártalanítási ügyét intézi. Azt mondta, a kár teljes volt, a pusztítást úgy fejezték be, hogy a házon belül minden fatárgyat, ajtót, ablakot elégettek, ami a tetőszerkezet kigyulladásához vezetett, csak a falak maradtak meg. Domonkos Eszter szerint minden majdányi családot, akinek a házát tönkretették, kártalanítani kellene. Kiszödik a gerendát is, és leszakad a pallat. Mindent, amit föl lehet tüzelni, az ajtókat, ablakokat, mindent kiszödnek és föl tüzelik. Az én apósoméknek a házukat is. Minden második gerendát kivötték, főtüzelték, az ajtókat főtüzelték, és aztán beszakadt a pallat. A tető is, a tetővel együtt. A helyiek azt mondták, a szerbiai menekültügyi főbiztosság majdányi irodájának dolgozói most igyekeznek távol tartani a településről a migránsokat, nem engedik meg, hogy beköltözzenek az elhagyott házakba. Ennek köszönhetően csökkent a majdány és Rábé területére nehezedő migrációs nyomás. Domonkos Mária is azt mondta, a migránsok kizárólag a két település közötti elhagyott hangárban húzódnak most meg, ott viszont valóságos sátorvárosuk van. Ott abban a hangárban. Úgy mondják ők is, hogy ángár, ángár, oda, oda. Még tele van sátorra építve az is, ugye, mert kiverték a tetőt és ablakot és minden, azt a szél köröztű fúj. Most meg telerakták sátorra, hogy ne fázanak. A szerb-magyar-román hármas határnál fekvő Majdányon és Rábén szerény családok élnek, akik többnyire mezőgazdasággal foglalkoznak. Becslések szerint időnként akár tízszer annyi migráns is tartózkodik a két településen, mint amennyi helyi lakos van. Az illegális bevándorlók a román határon keresztül próbálnak átjutni Magyarországra, mivel nincs határkerítés Románia és Magyarország között. A román határrendészet azonban keményen lép fel, és a migránsokat visszaküldi Szerbiába.